Na hát sziasztok! Ismét egy vlog videó, én velem. Igazából azért is készül ez a videó, itt egy fa folyamatosan árnyékolja az arcomat, és nem tudom, hogy kellene jobb állni, de mondjuk így maradunk. Hát sokan nem gondolnátok, hogy vajon hol lehetünk, a háttérben látszik egy gyönyörű tó, amit közelebb is meg fogok mutatni nektek majd. Pontosabban bezumolom, mert mi majd le is sétálunk, de hogy kettő videó lesz belőle. Igazából azért is készült a videó, vagy készül, mert ugye jövő héten fogtok ti kapni egy virbelvindes videót, amiben folyamatosan azon agyalok, hogy nem fogom tudni feltölteni nektek azt a videót, csak a jövő héten kapjátok meg. Hát ez a videó most remélem a mai napon sikerül a szállásunknak a wifi házadán keresztül feltölteni az oldalunkra. Nem lesz valószínű semmilyen különösebb dolog hozzá. Tulajdonképpen ahol most vagyunk, ez Rudobánya mellett vagyunk, ez a rudobányai bányató. Ebből is látszik, hogy Magyarországról nem kell messzire menni, hogy szép dolgot lássunk, vagy szép dolgot érzékelhessünk. Egyszerűen Magyarországon meg kell keresni a szép helyeket. Fantasztikus sok szép hely van az országban. Nem kell lemenni a tengerhez, nem kell föllőni magad a világűrbe. Egyszerűen csak szét kell nézni ebben a gyönyörű kis országban, ami a miénké. Gyakorlatilag nem sokat autóztunk, 150 km-t jöttem a lakóhelyemtől idáig. Aktelek elakunk jelen pillanatban, holnap valószínű a barlangba fogunk eljutni. Most egy olyan durván 30 perccel ezelőtt megnéztünk egy bányászati kiállítást, amit melegen ajánlok mindenkinek, nézzétek meg. Jelen pillanatban van egy ilyen őslénykutató rész, ami zárva van, de maga a bánya rész, ahol a vasérc bányászatról szóló relikviákat láthatjátok, azok mind ott vannak, megnézhetőek, és van egy ilyen kis külön kis rész, ahol van 6 vagy 8 darab ilyen bevágás, ahol a különböző bányatípusoknak a biztosítási módja látszik, a gerendázatok meg ilyesmik, és hogy milyen gépekkel dolgoztak ott. Nagyon tartalmas kiállítás. Onnan kocsival kijöttünk, szerintem egy olyan 3 km-re voltunk. Nagyon szépen elmondták a tárgyvezető hölgy és az úr, hogy merre kell kijönni, meg tudtok állni. Itt elvileg lennének büfék, és kicsit nem messze tőlünk, ahonnan elindultunk, akkor 500 forint lenne a belépő ide, így azt mondták, ha nincs büfés, akkor nem fizetünk semmit, tehát ilyen pillanatban nincs büfés, nem fizettünk semmit érte. Úgyhogy itt vagyunk jelen pillanatban, ez egy gyönyörű szép hely, meg fogom fordítani a kamerát, és rá fog közvetlenül a tónak különböző helyeire. Gyakorlatilag, hogyha ide értek, akkor a hölgy is el fogja mondani, érdemes menni a Bánya Múzeumba, ott a hölgy elmondja, hogy hogy jöttök ki ide. Tulajdonképpen azt mondják, hogy egy kápolna. A kápolna nem más, mint egy oszlop egy Krisztus szoborral, a jobb oldalon a domb tetején, és azzal szembe kell bejönni. A betonútra menjetek rá, ne a kavicsos útra, a betonútra. A betonút majd egy ilyen döngölt kavicsos útba fog végződni, és egy parkoló lesz a végén, onnan tudtok lesétálni a tóhoz. Háromfelé ágazik, ahol nagyon kiválóan elmutogatja nektek azt, hogy fotópont le a tóhoz és a kilátóhoz. A kilátót majd meg fogunk mutatni a képen, mi oda nem fogunk elmenni, mert azt mondják, hogy nem nagy értelme van, és én is úgy látom innen, hogy nincs sok értelme elmenni oda. Innen gyönyörűen látszódik a tó, de majd kiderül még, hogy még ebből lesz valami, vagy nem lesz valami. Úgyhogy gyertek el, ketten vagyunk itt, srácok. És ezt hallgassátok meg? Ez a csend hangja. Hát értitek? Kijöttök ide, és amikor nem pofázik ez a hülye ember itt bele a videóba, akkor itt totálisan csend van. Fantasztikus. Tehát van egy része a világnak, ahol van csend. Ahol a szél zizeg a fák levelein, és ahol madarak csicseregnek, és tök szép is, és ilyen helyen vagytok. Értitek? Tehát ez valami hihetetlen. Elszabadul a világ zajától egy gyönyörű helyen. Eszembe jut a Bakancslista című film, ami látni valami fenségeset. Hát ez az. Ez az egyik olyan. Jó? Most pedig lássátok, amit én láthatok majd. Közelből és távolabbról megmutatom nektek. Itt van a bányató. Csodálatos. Ott fogunk lent lemenni. Megpróbálok majd rázumolni a dolgokra. Úgy ott az a lenti rész. Igen, oda le tudunk majd menni. Följebb egy kicsit. Ott van a kilátó. Nem tudom, majd meglátjuk, hogy elmegyünk-e oda. Hát onnan is lehet látni egy másik részét a dolognak, egy kicsit kiebb zoomolok. Jó, és akkor itt a tó lent, a tónál van egy ilyen, hát szerintem ez egy ilyen bányászti maradvány. A tó
azt mondták, hogy 60 méteres, de az öreg úr a múzeumban azt mondta, hogy volt ott valami bánya, aki megmérte, és azt mondta, a legmélyebb pontján is 45 métert mért, de ez a legmélyebb bányatavak egyike. Tehát már azért is megír eljönni ide, hogy lássatok egy bányatót, ami 45 méter mély. Tehát tó szempontjából, ami nem bányató, az a hévízitó, ami nagyjából ekkörüli mélységű, de ugye az egy az természetes forrásból készült tó, az pedig egy bányató. Na, most kicsit távolabb megyünk, elmegyünk a másik végére, megpróbálok rá távolítani a dologra. Ott is van még valami ház a távolban, az nem tudom mi lehet, de igazából így szép az egész, amikor innen látjátok nagyjából ilyen távolságból, tehát egy fenséges környéket tudok mutatni nektek. Jó, úgyhogy jövő héten Virbelwind videó, addig még lehet, hogy kaptok másikat is innen Aktelekvő, vagy Udobányára, vagy valahonnan. Én ennyi voltam mára, mindenkinek szép napot kívánok ezzel a videóval. Nézzetek szét Magyarországon, Magyarország csodálatos, és Magyarország még a miénk, és amíg a miénk, addig ez mind a miénk. Vigyázzatok rá, ne szemeteljetek, legyetek csendben, elmélkedjetek, és szívjátok magatokba a látványt, jó? Ennyi voltam mára, sziasztok!